a Budapest City képviselőjét, Szára Szilviát köszönteni és invitálni, és egyben személyesen is megköszönni. Megkaptuk újra az összefoglalót, az előző. Én itt körbe is küldtem, és hogy a olvasgatás során ötletek még. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A Budapest City Rotary Klubnak az ifjúsági felelőse vagyok, előtte 3 évig a titkára voltam, és jövőre lesz a klubunk 2005-ben 10 éves. Ez egy olyan apropó, ami kapcsolódik a 100 éves évfordulóhoz is, és nem tudom, hogy fog-e valaki beszélni a Rotary bélyegről, amit, ha nem, akkor engedjék meg. Ja, én? Jó. 3 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy a Magyar Postát megkeressük, felkérjük arra, hogy egy Rotary emlék bélyeget adjon ki a 100 éves évforduló tiszteletére. A Magyar Posta ebben maximálisan támogatott minket, és néhány héttel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy a zsűri jóvá hagyta azt a bélyeget, amit mi is megnéztünk, és február 5-én, amikor lesz az ünnepi közgyűlése a Rotary Klubnak Budapesten, a Városházán, ott be fogjuk ezt a bélyeget mutatni, meg lehet vásárolni, használni lehet, valószínűleg 100 forintos értékben fog a bélyeg megjelenni, 300 ezer példányban. Tehát ez azt jelenti, hogy 300 ezer emberhez eljut az a hír, hogy a Rotary világmozgalom 100 éves. Arra fogunk mindenkit kérni, hogy legyen olyan kedves ezt figyelemmel kísérni a bélyegnek a sorsát, és mindenki a magán és üzleti levelezésében használja ezt a bélyeget, küldje el ismerősöknek. Nem fogjuk megérni a következő 100 évet, ez biztos, de szóval ez egy nagyon jó dolognak tartom. Ez a Magyar Rotarynak egy fillérjébe nem kerül. Az is igaz, hogy sajnos azt nem tudtuk elintézni, hogy a posta 100 forintból 5 forintot vagy 10 forintot, stb. Adjon a Magyar Rotarynak, mert ez Magyarországon még nem divat, ilyet még ők nem csináltak, és nem is ettől elzárkóztak. Tehát arra kérek mindenkit, aki tud, legyen olyan kedves eljönni erre a február 5-i ünnepi közgyűlésre. Ennek a programját majd a Déri Tibor barátunk részletesen fogja ismertetni, de a fénypontja ez a bélyeg dolog lesz. Egy boríték is fog készülni 6000 példányban, ezt is lehet majd felhasználni, első napi bélyegzésre, stb. Ez se kerül pénzbe. Most még egy gondolat a bélyeggel kapcsolatban, ha a szolnokiak, vagy miskolciak, vagy bármelyik Rotary klub azt szeretné, hogy ők is kapjanak egy ilyen kis ünnepi megemlékezést, akkor a helyi posta hajlandó kimenni a Békés Csabai rendezvényre, bármilyen rendezvényre, ahol feltehetőleg többen vannak, mint 50-en, tehát ahol van egy kis publikum is, és tehát azt javaslom, és azt szeretném kérni, hogy az elkövetkezendő évben, mindegy, hogy mikor, májusban, júniusban, augusztusban, vagy éppen decemberben lesz egy klubnak egy olyan rendezvénye, egy nagy rendezvénye, egy hangverseny, egy akármi, oda hívja meg a postát, és a posta ki fog települni, és árulni fogja ezeket a bélyegeket. Ezzel is emelve az egésznek a hangulatát. Ha bármi gond van ezzel kapcsolatban, akkor a posta központját, a bélyeg szakosztálynak a vezetőjét és munkatársait kell hívni. Ignác Krisztián az ügyintéző, akit lehet megkeresni, Ignác Krisztián, Magyar Posta, és az osztályvezető pedig dr. Csegezi Tamásné. Mind a kettő nagyon-nagyon pozitív emberek, és a Csegezi Tamásnénak a férje is Rotár is volt, a Duna Klubnak volt a tagja, úgyhogy ő elsőként karolta föl az egész programot.
A következő, amiről szeretnék néhány szót a klubunkról mesélni, azon kívül, hogy 10 éves lesz jövőre a klub, el kell mondanom, hogy azért látnak mindig engem itt sok helyen, nem csak ilyen fórumokon, hanem más fórumokon is, nem csak azért, mert lelkes rotáris vagyok, és úgy érzem, hogy minél több helyre el kell jutnunk, hanem azért is, mert nálunk bizony kevesen beszélnek magyarul. 7 különböző nemzetnek a képviselői és a Rotary Klubnak a tagjai, Franciaországból, Belgium, USA, Németország, Olaszország, Ausztria, tehát elég széles a skála. El kell mondanom, hogy nagyon komoly és nagyon rendes rotárisok vannak köztük, nagyon nagy tapasztalattal rendelkezőek. Van, aki már 25-30 éve rotáris, tehát ez egy nagyon nagy segítség, mert ők felhívják a figyelmet olyan dolgokra, amire mi nem is gondolunk. Tehát ha ilyen segítségre vagy bármire szükség van, én nagyon szeretném, ha minél többen eljönnének hozzánk. Nem mindenki beszél, tehát sokan beszélnek azért magyarul is, mert tanulnak magyarul. A jelenlegi elnökünk egy olasz, az Alessandro Farina, és mióta magyar barátnője van, elég szépen beszél már magyarul. Igen. És legutóbb, aki ott volt a Tabáni Charteren, az hallotta, hogy milyen szépen beszélt már magyarul. Tehát arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy jöjjön el hozzá, keddenként 12:30-kor ebéd van nálunk, tehát ha véletlenül az üzleti útja Budapestre hozza a Kempinski felé, akkor tiszteljen meg bennünket egy ebéd erejével. Azon kívül arra is nagyon szeretnék mindenkit kérni, hogy csináljanak, nálunk voltak a bajaiak, és nagyon szép és nagyon jó program volt. Szeretnénk, hogyha megismernénk ezek a külföldi tagok minél jobban Magyarországot. Tekintettel arra, hogy nagyon elfoglaltak, mert mind ilyen nagy vállalatoknak, satöbbiknek a képviselői, mint ahogy mindenki nagyon el van foglalva, ezzel tisztában vagyok, de mégis arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy jöjjön el, csináljon egy bemutatót, egy 10 perces, negyedórás bemutatót, tudom én, Kecskemétről és arról a környékről, vagy bajájak voltak, vagy Szolnok, vagy aki érez valami indítatást, mert csak úgy tudunk közelebb kerülni egymáshoz, hogyha ismerjük egymást. A sportnapot nem tudom, ki fogja rendezni jövőre, melyik klub? Még nem dőlt el. Na most bárki rendezi, én arra szeretném, és ezt kérem, vegyék be a jegyzőkönyvbe és mondják el, hogy az ifjúsági csere diákok, azoknak a programjában, most úgy néz ki, tegnap volt egy ifjúsági bizottsági gyűlés, és ott sikerült belevenni azt, hogy a Magyarországon tartózkodó cserediákok, azoknak kötelező legyen meglátogatni ezt a programot. Olyan színvonalas és szép program volt Tatán, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudtak eljönni a gyerekek, és azért nem tudtak elmenni, mert éppen akkor volt nekik a velencei kirándulás. Úgyhogy különben én mindent megtettem volna, hogy minél többen eljöjjenek. Tehát ezt akkor kérem, hogy erre is figyeljenek. Na most a kluburok még a következőt mondanám. Nálunk a nők körülbelül 10%-ban vannak, tehát nem sokan, de nem is kevesen. Éppen elegen gondolom. Mert mindig nagyon figyelni kell, hogy milyen ruhát vegyen föl az ember, hogy nehogy megint ugyanabban a blézerben jelenjen meg. Igen. Igen. És Kertész Magda is például az egyik tagunk, a Kertész Imrének, a Nobel-díjas írónak a felesége. Bár nem sokat van körünkben, mert elég sokat van Berlinben, de az Etyeki Kúriának a vezetője, Matolcsi Sára lesz a következő évnek az elnöknője, ő is amerikai állampolgár, de tud magyarul. És a programokról, illetve a projektekről még néhány szót. A mi projektjeink azok általában már több éve ugyanazokat támogatjuk, tehát a Bójai Gyermekotthont, a Magyar Hospice Alapítványt. Ez a kettő a legnagyobb. A Magyar Hospice részére minden évben van egy hospice gála,
Ez általában májusban van, és a Thália Színházat azt béreljük ki, és egy nagyon szép színvonalas műsort kapnak a vendégek. Elsősorban zene és tánc, hogy ne legyen benne szöveg, hogy a külföldieknek ne jelentsen ez problémát. A legnagyobb projektünk az 2002-ben indult. Elfelejtettem az egyik legaktívabb és legfantasztikusabb tagunkról, Henning Soarnes, dán állampolgárról beszélni. Ő volt az, aki az egész zentai projektet, nem tudom, ha szabadak egy pár szóval erről beszélnék. Tehát 2002-ben indult egy a bécsi Wingraben és a müncheni Englischer Garten velünk, tehát három klub együtt elhatározta, hogy egy közös projektet fog támogatni. Így esett a választás Szerbiára, azért, hogy nehogy magyar, nehogy osztrák, nehogy német területen legyen. Ott is a Zentai Kórházra 150 ezer magyar él azon a környéken, és ez az utolsó kórház, ahol még magyarul beszélő orvosok vannak. Fantasztikus emberekkel találkoztunk, és elindult a projekt. Nem akarom szaporítani a szót, hoztam egy szórólapot, igaz, hogy angolul van, de majd le kellene fordítanunk angolra. Csak a végét mondanám, hogy kik vettek ebben részt. Tehát ez a három klub, akkor sikerült egy szerbiai klubot, egy belgát, egy texasit, egy amerikait, egy kanadait és egy belga klubot, klub támogatását megszerezni. És így Matching Grant programmal együtt 856 ezer dollárt értékű életmentő és szív és egyéb egészségügyi berendezéseket kapott a kórház. Nem beszélve olyan kis idézőjelbe semmiségekről, hogy kórházi ágyak, hogy tisztító berendezések, hogy a Lego cégtől játékok a gyerekosztálynak, de ez egy nagyon-nagyon kemény két éves munkának az eredménye, és szabadjon egy személyes dolgot még ezzel kapcsolatban, és aztán befejezem, nem akarok olyan sokat beszélni, hogy mennyi nehézségbe ütközött Szerbiát, ugye meg azt az egész régiót nagyon jól ismerjük mindnyájan. Például amikor a Henkel cégnek a 850 kilós tisztítószer szállítmányát vitte a férjem egy teherautóval, akkor hát kétszer kellett megtenni az utat, mert visszaküldték, hiába volt vámzár, stb. És utána, amikor átjutott a határon, akkor kibontották, és a mosóporból mintát vettek, hogy véletlenül nem kábítószer, stb. Tehát ezek is mind ilyen apróságok voltak, de egy ilyen összefogással sikerült. Van Magyarországon, azt hiszem, Török Bálinton, de meg tudom adni a nevét és a telefonszámát, a Rotary Internationalnek egy képviselője, Rick, nem tudom pontosan a másik nevét, és őt is gondoltam, hogy én is meghívom őt ide, hogy eljöjjön, biztos talán el is jött volna. Tehát őt is meg lehetne találni, keresni, és ő tanácsot tudna, nagyon segítőkész, nagyon rendes ember, hogyha ilyen matching grant vagy ilyesmi programra van valakinek szüksége. Hát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdés, miben tudunk segíteni. Úgyhogy, ha nem, akkor köszönöm a figyelmet, és a plakátról gondolom majd a kecskemétiek fognak beszélni, ugye? Igen, akkor, vagy az Oszkár.